Nos, hát gratulálok neked, Marci, megvan a bajnoki elődöntő, bár ezt a meccset se úgy kezdtétek, gondolom, hogy szerettétek volna, de végül azért maga biztosabb lett, mint a múltkori, milyen volt? Hát elértük, amit elvártunk magunktól, hogy bejutottunk a legjobb négy közé. Az elején egy kicsit döcögött a játék, át kellett lennülni a holponton, sikerült el, és az utolsó negyedet tudtuk abszolválni úgy, ahogy az első három negyedet kellett volna. Most ez így jött ki, készülünk az Egerre, van másfél hetünk rá, úgyhogy lehető legtöbbet ki szeretnénk hozni, hogy bejussunk a döntőbe. Neked viszont nem ment rosszul, ugye a csapat góljainak a felét te szerezted gyakorlatilag, és úgy láttam, hogy védekezésben is voltak jó momentumait. Tudom, hogy mindig magas elvárásaid vannak magaddal szemben, most mennyire voltál elégedett? Hát most sem vagyok elégedett magammal, mert egy kicsit maximalista vagyok. Voltak kihagyott lövések, amikor bemehettek volna, és volt egy kirívó védekezési hibám, amit megpróbálok majd kijavítani. Ahogy mondtad is, jön az Eger, hát jól ismerik őket, mire lehet számítani, nem lesz könnyű, az biztos. Azért nem lesz könnyű, mi idegenbe kezdünk, ami jól is elsülhet. Ha tehetünk érni egy olyan eredményt, amivel mondjuk egy nyerünk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon nagy esélyünk van arra, hogy átvegyük a hazai pálya előnyét, és behúzzuk, bejussunk a döntőbe. Legyen így, köszi szépen. Szóval.